Két ember meghalt, tucatnyian pedig megsérültek, miután földrengés volt a Fülöp-szigetek északi részén. A hetes erősségű földrengés középpontja a hegyvidéki Abra tartományban volt, de a 300 kilométerrel délebbre fekvő fővárosban, Manilában is érezni lehetett a mozgást. This situation continues to develop. A veszély még nem múlt el. A következő napokban is lehetnek további rengések. Ugyanakkor eddig mindent megtettünk, amit tudtunk. A földrengés áldozatainak is mindent tőlünk telhető módon segítünk, mondta Ferdinand Marco Jr., Fülöp-szigeteki elnök. A földrengés 25 km mérről indult, és először 7,3-es erősségűnek mérték. További vizsgálatok után azonban az értéket 7-re módosították a hatóságok. Az ország a csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik. Emiatt nagyon magas a szeizmikus és a vulkanikus aktivitás a területén. A Fülöp-szigetek a világ természeti katasztrófákkal egyik leggyakrabban sújtott országa.